Az 1241-42. évi tatárjárás a magyar nép múltjának olyan meghatározó és megrendítő eseménye, amelyet máig őriz a kollektív emlékezet. Valahogy így. A magyar haderő Muhinál súlyos vereséget szenvedett a betörő tatároktól, akik aztán felperzselték, letarolták a védtelenül maradt országot. A helyzet azért ennél árnyaltabb. A Sajónál a királyi had valóban vereséget szenvedett, és a mongol sereg valóban kegyetlen pusztítást vitt véghez. De a történészek kutatásai azt bizonyítják, hogy a Muhi csatavesztés után nem maradt védtelen az ország. Negyedik Béla Zágrábból futárok útján szervezte a védelmet, a vármegyei zászlóaljak sok helyütt ellenálltak, a kővárak jól szervezett őrsége pedig eredményesen szállt szembe az ostromlókkal. A kínai nyelvű mongol források kutatása során az is kiderült, hogy a mongolok már a Sajómenti csatában is akkora veszteségeket szenvedtek, hogy Batukán a győzelem ellenére legszívesebben visszafordult volna. A hazai történészek többféle magyarázatot próbálnak adni arra, hogy ha a tatár seregek valóban akadálytalanul törtek nyugat felé, miért hagyták félbe, amit elkezdtek. Több kutató úgy véli, a jól szervezett katonai ellenállás, a magyaroktól elszenvedett tetemes veszteség sarkalta távozásra Batukánt úgy, hogy még a király üldözésével is felhagyott. A HM Zrínyi Nonprofit Kft. Katonai filmstúdiója a legújabb kutatási eredményeket ismertetve régészeket, hadtörténészeket, sinológust szólaltat meg. A szakértők között ott találjuk Mongólia korábbi budapesti nagykövetét is. A látványos jelenetek felvételénél a korszak legjobb hagyományőrzői voltak a stáb segítségére. Legújabb kori kutatási eredmények olyan mértékben változtatták meg a mongol invázióra vonatkozó eddigi ismereteinket, amelynek alapján át kell gondolnunk a 13. századi Magyar Királyság nagyhatalmi szerepét, át kell értékelnünk a hadseregre, a katonaságra vonatkozó eddigi elképzeléseket. Hogyan is fogalmazott a hadtörténész? Magyar katona ott is, akkor is megtette a kötelességét.